Áldás békességet! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Isten igéjét olvasom a Jelenések könyve 7. részéből a 12. verset. Ámen! Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő a mi Istenünké, örökkön, örökké. Ámen! Kápolnánk újra szentelése óta sokan betérnek ide napközben is, és sokan írnak a vendégkönyvbe. Volt, aki hálás szívvel leírta, hogy jó érzés itt megtisztulni az Isten jelenlétében. Igen, hallatlan, felszabadító érzés a bűnbocsánat, a megigazulás, de nem csupán érzés kell maradjon, hanem életformává kell válnia. Ezt nevezzük a megszentelődés útjának. Kegyelemből, hitáltal, egyedül Jézus Krisztus érdeméért van üdvösségünk, ez nem a mi érdemünk, még csak nem a jó cselekedeteink érdeme, hanem Istentől kaptuk ajándékba. Aki ezen az úton elindul és folyamatosan a keskeny úton szeretne maradni, annak újra és újra szüksége van az Úr vezetésére. Nem látjuk előre, hogy mi fog velünk történni, mert Isten így látta jónak az érdekünkben, és nem is kell nekünk a jövőt kutatnunk horoszkóp vagy bármi más ördögi eszköz segítségével, hanem egyszerűen rá lehet bízni magunkat az Úristenre. Az ő szava teremtő erő. Legyen bennünk készség Isten szava meghallására, akarata keresésére és követésére. Isten szava irányt ad az életünknek, hogy ne sodródjunk össze-vissza. Erőt ad, hogy megmaradhassunk a jó úton, az élet, az örök élet útján. Erőt és lendületet ad, megújít szeretetével, hogy végig kitarthassunk, hogy hűségesek maradhassunk. Az ő vezetése a legjobb, ami számunkra. A Jelenések könyve ott és akkor az üldözött keresztényeknek íratott. Képzeljük csak el, milyen óriási biztatást jelenthetett nekik, hogy tudhatták, Isten számon tartja őket, gondja van rájuk, kezével oltalmazza az övéit. A mindenható Krisztus él és uralkodik örökkön örökké, ő a királyok királya és uraknak ura. Nem a keresztényeket üldöző császár a világura, még akkor sem, ha annak akar látszani. Jézus az Úr, ő számon tart, ismer, nem próbál felettébb, mint ahogy elviselhetnénk. Bízhatunk benne, mert ő megvéd a bajok között is, és elkészítette helyünket a mennyei dicsőségben. Amen.